a visszaélések leleplezése teljesen tönkreteheti a közérdekű bejelentő életét. Ezt bizonyítja két spanyol állampolgár esete. Egyikük Luis Segura a hadseregben szolgált. Miután jelentette az általa tapasztalt jogsértést, leszerelték, elbocsátották az állományból, azóta sem talál munkát. Nehéz időket éltem át, volt, hogy autóban töltöttem az éjszakákat, éheztem. 139 napra börtönbe is zártak, elvették a ruháimat, elszigeteltek, senkihez sem szólhattam, és mindez bírósági végzés nélkül történt. Anna Garrido köztisztviselő volt. Miután feltárt a Spanyolország történetének egyik legnagyobb korrupciós ügyét, el kellett hagyni az országot. Két évig Kosztarikában élt, úgy érzi, hogy mindenki magára hagyta, még az igazságszolgáltatás is. Senkitől sem kaptam segítséget, mondja, sem a szakszervezettől, sem a kollégáimtól, akik közül nem egy hazudott a bírósági tárgyaláson. Egy alkalommal, amikor halálos fenyegetést kaptam, és valakik megpróbáltak az úttestre lökni egy autóból, panaszt tettem. De a bíróság úgy törtött, nem vagyok jogosult a védelemre. A két spanyol áldozat egy nagyobb nemzetközi csoporttal érkezett az Európai Parlamentbe. A képviselőtestület szakbizottsága tavaly novemberben fogadta el a közérdekű bejelentők védelméről szóló jogszabályt. Ordi Szóles spanyol zöldpárti LP képviselő szerint törvényben kell garantálni a veszélyt felvállalók névtelenségét, hogy ezek az emberek elkerülhessék az atlatást, és meg kell büntetni azokat, akik inzultálják őket. Európa szerte több korrupciós ügyet sikerült feltárni közérdekű bejelentők segítségével. Az egyik legismertebb az adóelkerülést leleplező LuxLeaks botrány volt.